Sziasztok, üdvözlök minden kedves nézőt! Valószínűleg a címből már rájöttek, hogy miről is lesz szó ebben a videóban. Igazából nem akartam annyira erről az egész témáról csinálni egy videót, az egyik nézőm kérdezte, hogy csinálok -e erről. de igazából azt hogy nem, viszont utána, hogy így jobban megnéztem a videókat, olvasgattam a neten ezt, azt, azt, Igazából úgy gondoltam, hogy jó lenne erről egy videót csinálni, ugyanis Egyrészt nagyon-nagyon rég volt ilyen véleménykifejtős videó, másrészt pedig nagyon-nagyon sokszor csináltam már olyan témákról a rant videót, most ilyen véleménykifejtős videót, ami nem érdemelte meg, és szerintem ez egy olyan téma, amit tényleg megértem. Röviden megfogom az a véleményemet, rohadt az egész helyzet szerintem. Nem tudom, hogy ki az, aki ismeri, ki az, aki nem ismeri a témát. Igazából röviden elég annyit tudni, hogy Logan Paul az egyik eddig kevésbé fogyatékosnak tűnő Paul Tesó készített egy videót egy japánban saját magát felakasztó emberről is ezt a videót feltöltötte a YouTube-ra. Ott röhögcsélnek, mint egy hülye gyerek, és borzasztóan viselkednek. Elsősorban szeretnék gratulálni igazából, valószínűleg Magyarországon talán nem annyira népszerűek, még ezek a testvérek külföldön nagyon-nagyon népszerűek, ugye elképesztően gyorsan növekszik a csatornájuk. Szeretnék gratulálni az összes nézőinek, aki... Petőfi Sándorosan szóval lángoszlopnak, vagy apostolnak választotta ezeket az embereket, akik nem képesek egy körülbelül négy éves szintjén viselkedni. Szerencsére még nem kell túl sok hanem lennem, körülbelül egy kezemben megbírnám számolni, hogy mennyi voltam összesen. Azért annyit el tudok mondani, hogy még a kis négy-öt évesek is képesek felfogni azt, hogy a halál mennyire egy komoly téma, és hogy nem illik ilyenkor hülyén viselkedni. Szerintem mindenki tudja azt, hogy minél fiatalabb az ember, azt, hogy mennyire hülyén képesek viselkedni, és mégis azért egy temetés komolyságát, vagy akár a halál komolyságát, akár a temetőben való viselkedés is képesek az emberek felfogni, és ö, úgy tűnik, hogy eljutottunk arra a szintre, amikor egy milliók által követett ember egyszerűen ne, nem éri el ezt a szintet. Tehát konkrétan szerintem egy négy éves gyerek képes felfogni, hogy még hogyha egy idegenről is van szó, még akkor is, hogyha semmit nem jelentett neki, még akkor is a halál mennyire végleges és mennyire elmúlásról szól, és hogy mennyit veszítenek vele az emberek legyen bárkiről is szó. Erről már korábban beszéltem szerintem a streamek során, hogy az emberi élet a leges legnagyobb ajándék, Evére, hogyha belegondoltok, tehát hogyha valamiben veszítetek, bármikor újra kezdeni, újból bírtok kezdeni bármi mást. ha elveszítek a barátaitokat, bírtok más barátokat szerezni, hogy elveszitek a szerelmeteket, bírtok más szerelmet szerezni, viszont az ember halála az egyetlen olyan dolog, aminél nincs újrakezdés, nincsen újrajáték, az vége mindennek, én úgy gondolom, Nyilván itt lehet a különböző vallási szempontokból megközelíteni a dolgot, én úgy gondolom, hogy az mindennek a vége. Nyilván a magyar nyelven sem véletlenül alakultak ki a halállal kapcsolatos mondások, csak egy példa, amit mindenki ismer, szerintem a halottról jót vagy semmit, és ez uh de szerintem elég megfelelően megmondja azt, hogy inkább ne is, tehát kerüljük ezt a témát, és nem ásszon bele senki, pláne ne videózza le, hogy ezt az adott szemét tette. Ez tökéletesen megmutatja alapból ezt az évnek a kezdetét szerintem, ahol nagyon-nagyon sok dolog nagyon-nagyon rossz irányba tart, és úgy tűnik, hogy a dolog egyre csak rosszabbak lesz, vagyis hát nem tudom, számomra ez elképzelhetetlen lett volna, hogy legyen ennyire hülye valaki, hogy egy öngyilkos embert kamerázzon le, hogy Youtube-ra feltöltse ezt a videót. Igazából mindenkinek csak annyit tudok javasolni, hogy végezzen el önvizsgálatot, tehát pláne azok, akik ilyen embereket felemelnek, úgymond kiemelnek a tömegből, és ilyen embereket követnek, hogy azért jó irányba haladnak a dolgok, tehát úgy teljesen őszintén. A Logan Paul ugye le levette a videót és készített egy ilyen bocsánatkérős videót, amiről igazából nem mondanék semmit, ez a csáva egy színész, nem egyszer hazudott már a nézőinek, érdemes rákeresni arra a színvakságra, amit kamuzott a nézőinek korábban. Ez a csáv vagy színész, aki mindig azt fogja mondani, amit a nézői hallani szeretnének, és éppen szarik mindenki fejére, hogy mit gondolnak igazából. És nyilván ilyenkor meghúzza magát, mert fél, hogy a nép haragja, meg nyilván amikor tízezer youtuber beszél ellened, meg egy rakat arról, hogy mekkora egy féreg vagy, akkor nyilván ő is meghúzza magát, mert tudja, hogy ilyenkor ez az egyetlen helyes megoldás és mindig azt fogja mondani, amit mondania kell. Esetleg még aki ma megnézi a bocsánat kérős videót, az érdemes elolvasgatni a feliratot, amit készítettek hozzá, látszik, hogy egy néző készítette, ugyanis tökéletesen jól elmondja a véleményét, hogy mekkora egy szánalom ez az egész ember, meg mekkora egy szánalmas dolog, amit leművel. Végezettől igazából én azt gondolom, hogy az a legszomorúbb talán az egészben, most itt beszéltünk arról, hogy mekkora hülye ez a csávó, mekkora hülye az a legszomorúbb, hogy nem változik semmi. Tehát én azt hittem, vagy hát azt gondoltam volna korábban, hogy ha valaki egy ilyet tesz, akkor elveszít az összes követőjét, viszont ehelyett, ha ránézünk akár csak a számokra nála, az oké, okay, hogy a nézettséggel növekszik, mert nyilván az emberek kíváncsiak, rengeteg újságban megjelent hasonlók, de az, hogy, minden, tehát, hogy az eddigeknél sokkal több felirat, ember iratkozik fel hát tehát konkrétan napi 30 ezer ember feliratkozik rá, egy olyan ember, aki olyan szinte undorítóan viselkedik, hogy ezt elképzelni nem lehet, ez az igazán szomorú szerintem, hogy ez még több embert motivál arra, hogy kövesse őt, hogy pénz generáljon neki, hallgat, hallgatják azt, hogy mit mond, ez... Tehát itt tartunk, srácok. Na, nice ez 2018. Igazából 2018-ra annyit kívánnak, hogy ez ne egy gyönyörű, szép új világnak a kezdete legyen, ahol ez lesz a teljesen alap, és a jövőre nézve pedig annyit kívánok nektek is, és saját magamnak is azt kívánom, hogyha Meghalok, akkor ne egy hülye gyerek csináljon rólam röhögve videót, hanem legalább ennyi tisztelet legyen az emberekben, hogy a halottat békén hagyják. És ezt szintén kívánom nektek is, legyen ez 20, 60, 80 év múlva, vagy akár 100 év múlva is. Szerintem a halottakat tiszteljük, vagy legalábbis ne beszéljünk róla, ne röhögtségjünk, és Undorítod. ah ne nehéz egyszerűen szavokat találni erre az egészre de abban reménykedem igazából, hogy hát ez egy megfelelő példa volt mindenkinek arra, hogy hogyan is illik viselkedni egy ilyen témában. Elég szomorú, hogy ezt, ezt el kell mondani embereknek, és hogy így kell rájönni, viszont remélem, hogy ez valamilyen szinten talán példamutató lesz, így az emberek összefogása, az újságírók összefogása ezzel egész témával kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, én Hesfi voltam, sziasztok!